férfi amennyiben lehetséges próbáljon meg igazat mondani. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne kapásból hazugsággal kezdje, vagy azon gondolkodja, hogy most mit hazudjon, amikor kérdeznek valamit, hanem próbálja vállalni az igazságot. Fiatal zenészek szokták megkérdezni tőlem, hogy mikor lesz siker, mikor lesz pénz, hogy lehet ezt minden gyorsabban elérni. Főleg manapság nagyon-nagyon türelmetlenek. Úgy szeretnék, hogy ma még a garázsba próbálok, holnap sikeres vagyok, holnap után már jön Hollywoodból a szerződés. Mindenkinek azt szoktam mondani, csak te csak zenélj. Zenélj, a siker, meg a pénz az majd jön. Egy férfit az visz erőszakra, hogyha egy nővel szemben erőszakos, hogy kisebbségi érzése van mindenképpen valahol, valami szinten. El kell menni a pszichológushoz vagy orvoshoz, és meg kell nézetni, hogy mi a probléma belül, mert belül van valami probléma. A nőnek és a férfinek nem versengeni kell egymással, hanem meg kell osztani a feladatokat, és minden feladatot az old meg, aki azt legjobban tudja. Ha egy nő úgy próbál belefolyni a dolgokba, hogy elférfiasodik, és megpróbál férfiként dolgozni, az nagyon nagy baj. Legalább ugyanannyira baj, mint hogyha egy férfi elnőjesedik, és tehát mindenki maradjon meg önmaga. Legyen elképzelése az életről, tehát ne úgy essen ki az iskolából, hogy fogalma sincs, hogy mit akar magával kezdeni. Az a legrosszabb. Mert akkor fog mindenféle hülyeségbe belesodródni, akkor könnyen belerángatják mindenféle bandákba, rossz társaságba keveredik, aztán jön az ital, kábítószer, stb. Ez nem. Tessék kitűzni a célt maga elé, hogy mit akar, és azért viszont rengeteget kell dolgozni. És a másik pedig az, hogy az apukáknak meg azt üzenem, hogy tessék példát mutatni, hogy minden nap keményen helyt kell állni, és tudomásuk kell venni, hogy a gyermekek őket nézik. Ők lesznek az etalon. Épp ezért ők is ugyanúgy viselkedjenek, ahogy a gyermekeket szeretnék, hogy majd viselkedjenek.